Nem sikerült megoldást találni a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében. Maros megye kormánybiztosa ugyanis törvényességi kifogást emelt a tanintézmény létrehozását célzó városi tanácsi határozatok ellen. Az Oktatási Minisztérium egyébként máig adott haladékot az iskola helyzetének megoldására. Nem felel meg a törvényi előírásoknak az a három határozat tervezet, amely a Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzetét hivatott tisztázni. Erről Lucián Gógá tájékoztatta a híradónkat. Maros megye kormánybiztosa szerint a módszertani hibáktól kezdve a hatályban lévő törvények megsértéséig számos kifogást emeltek a prefektúra jogászai a városi tanács által megszavazott határozatok kapcsán. Törvénytelenségeket tartalmaznak, ezért visszaküldjük a városi tanácsnak, illetve Marosvásárhely polgármesteri hivatalának. Nagyon sok pontban észleltünk törvénybeütköző elemeket. Nem tartották be a határozattervezetek kidolgozási módszertanát, az összes törvényes lépést. Az egyik határozattervezet pedig utalást tesz egy 2014-es évi határozatra. Gondolom én, így próbálták magyarázni az iskola működését, a 2014-es évi 241-es számú határozatra utalva, hogy ezáltal folytonosságot biztosítsanak a tanintézménynek. Hozzátette, a vonatkozó határozat tervezeteket nem támadja meg a közigazgatási bíróság, hogy a megye központi önkormányzati képviselőknek lehetőségük legyen mielőbb kijavítani a hibákat, és új határozattervezetet benyújtani, illetve megszavazni. De ez már késő. Az Oktatási Minisztérium ugyanis máig adott haladékot az iskola helyzetének a megoldására. A szaktárca illetékesei szerint ellenkező esetben kormányzati ellenőrző testületet küldenek Marosvásárhelyre a helyzet kivizsgálása érdekében. A katolikus iskola ügye tehát továbbra is nyitott kérdés marad.